Szivárognak vissza a porcelángyárba a dolgozók, munkaügyi perek a zsolnai sikertelen bebuktatása miatt. Rövidebb gyógyulási idő, kisebb sugárdózis, korszerűsítés a pécsi ideklinikán. A 3D nyomtatás a középpontban, elindult a második nemzetközi interdisziplináris 3D konferencia. A Széchenyi téren gyülekeztek a versenyzők, rajtolt az idei meccsek ralli. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Elindultak a munkaügyi perek a zsolnai porcelán manufaktúrától elment dolgozók miatt pénteken. A gyárat működtető cég Pellia szerintük jogtalanul kilépett munkásokat. Van, akitől 200 ezret, de van, akitől 500 ezer forintot követelnek, mert kárt okoztak a kilépésükkel. Közben kiderült, szivárognak vissza az egykori munkavállalók a zsolnai gyárba, ahol szívesen fogadják őket. Az adóhatóság nyomozói jártak a zsolnai gyárban május végén. Ellenőrizték a raktárkészletet, volt olyan vezető, akit bevittek kihallgatásra. Ez teremtett olyan légkört, ami miatt felmondott ez a nő. Ez derült ki a pécsi munkaügyi bíróságon pénteken. A bizalom megingatására alkalmas súlyos bűncselekmény alapos gyanúját a munkáltató rövid időn belül nem tisztázhatja. A mai napon a munkáltató vezetősége megfenyegetett és kérésem ellenére a munkaszerződésem másolatát nem adta ki részemre. A fennkifejtett események és a folyamatban lévő büntetőeljárás ténye alapján a munkáltató olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony nyom fenntartását lehetetlenné teszi. Ezért mondott fel az aranyozással foglalkozó gyári munkás több társával együtt. A bíróság előtt azonban csak egyedül jelent meg. A porcelán manufaktúra tagadja a vádakat. Mint felperes, pénzt kér volt dolgozóitól, akik a jogtalan kilépéssel kárt okoztak a gyárnak. Elsőrendű alperes tekintetében 550.770 forint, másodrendű alperes tekintetében 48.762 forint, harmadrendű alperes tekintetében 172.389 forint, negyedrendű alperes tekintetében 601.581 forint. Sorolja a kártérítési igényt a bíró. 100 és 700 ezer forintos összegeket kér a zsolnai attól a 11 embertől, akiknek a pere péntek reggel kezdődött. Meghallgatták az egyetlen megjelent alperest is. Ő azonban váratlan fordulattal ellentmondott a felmondásban leírtaknak. Az önáltal aláírt felmondásban, hogy munkáltató olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszonya fenntartását lehetetlenné teszi. Ez így érezte akkor nem, ön? Nem éreztem így. Június 7-én? Nem éreztem így. Bíró, én azért mentem, mert azt mondták, hogy nem lesz munkahelyem. Ezért írta alá a felmondását, illetve lépett át a Ledina Kerámia Kft-be, amelyik át akarta venni a termelést a zsolnai gyárban. Egy biztosnak látszik, hogy a zsolnai is volt munkavállalók nem ilyen lovat akartak, a zsolnai is munkavállalók vissza akarnak jönni a zsolnaiba, erre minden esélyük megvan, a zsolnai gyár részéről most is úgy nyilatkozunk, hogy visszavárjuk a dolgozóinkat, velük akarunk dolgozni a továbbiakban a zsolnaiért, Bécsért. Eddig már 20-an visszajöttek a távozók közül, mondja a porcelán manufaktúra képviselője. Jelenleg 56-an termelnek a gyárban, a dolgozói létszámot 100 főben maximálta a vezetés. A hiányzó szakembereket a régi állománnyal akarják feltölteni, a kártérítéstől is eltekintenének az ő esetükben. Mint ismert, nyáron 120 dolgozó lépett ki a gyár kötelékéből és vállalt munkát a Ledinánál. A Ledina Kft. Képviselői nem nyilatkoztak stábunknak. Több tízezer munkavállalót is fel tudna szívni a hazai autóipar, mondta a Magyar Gépjárműipari Egyesület főtitkára a Világgazdaságnak. Kilián Csaba kiemelte, magasan képzett és betanított dolgozókból egyaránt nagy hiány van, különösen a fémben munkáló, a műanyag feldolgozó, elektronikai összeszerelő és a gumiipari cégnél. Úgy véli, célszerű lenne átgondolni a közfoglalkoztatás rendszerét, hiszen egy hatékony felnőtt képzésnek köszönhetően újra a versenyszférában tudnának tevékenykedni az érintettek és jóval többet is keresnének. A problémát egyébként az okozza, hogy a vállalatok nem tudnak annyit fizetni, amennyiért itthon maradnának a képzett dolgozók, így gyakorlatilag nincs szabad járműipari szakember a piacon, írja a lap.
Fejlesztések kezdődtek az egyetem ide klinikáján. Közel 284 millió forint Európai Uniós támogatással vásárolnak olyan diagnosztikai képalkotó eszközöket, melyekkel 3D-s technológia alkalmazására is képesek lesznek. A beteg műtétei ezután pontosan tervezhetőek lesznek, így lerövidül a gyógyulás, kevesebb időt töltenek majd a kórházban. A dolgozókat pedig nem éri akkora sugárdózis, mint eddig a vizsgálatok miatt. Képvezérelt műtét előkészítést és műtéti végrehajtást támogató úgynevezett neuronavigációs rendszert alakítanak ki a pécsi ideklinikán. Ez olyan képalkotó diagnosztikai hátteret jelent, ami megnöveli a beavatkozások biztonságát. Például egy gerincsebészeti korrekciós műtét egy gerincdeformitás vagy egy gerinctrauma után a helyreállító műtétnél elegendő egyszer feltérképezni az aktuális helyzetet és a csavarokat utána már sugár terhelés nélkül a navigáció vezérletével, ha úgy tetszik, vakont helyezi be a gerincsebész, idegsebész kollega. Valamint a 3D-s technológiák bevezetésével egyénre szabott implantátumok is elkészíthetőek lesznek. A fejlesztés a betegek és a gyógyítók életében is fontos változást jelentenek. A betegek számára egy csökkent műtéti terhelés, biztonságosabb műtétkivitelezés, csökkent ápolási idő, kevesebb perioperatív fájdalom, mind a koponya, mind a gerinc műtétek területén, és azt azért hozzá kell tenni, hogy a gyógyító személyzet számára pedig radikálisan csökkent sugárterhelés. Összesen 284 millió forint uniós támogatással valósul meg a fejlesztés. Ezzel pedig olyan modern gyógyítási, valamint kutatás-fejlesztési környezetet alakítanak ki, ami világszínvonalú. November végére, december elejére tételesen adható készítményé nyilvánítják azt a 18 rákgyógyszert, melyet most még csak egyedi méltányossággal kaphatnak meg a betegek, mondta az egészségügyért felelős államtitkár az Inforádiónak. Hunódi Szűcs Zoltán hozzátette, ezek között van bőrdaganatra, tüdő, prostata, valamint a vérképzőszervirágra ható készítmény. Az államtitkár cáfolta azokat a híreket, hogy az engedélyezés csúszik. A jövő évtől mindenki számára ingyenesen hozzáférhető lesz az agyhártyagyulladás elleni védőoltás, jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár. Hunódi Szűcs Zoltán elmondta, a 2 éves kor alatt ajánlott vakcinát jelenleg 70%-os támogatással 7000 forintért vásárolhatják meg a szülők. A kóra központi idegrendszer, vagyis az agyat és a gerinc előtt körülvevő hártyák gyulladásos megbetegedése. Az ezt okozó kórokozók emberről emberre terjednek, közvetlen fizikai kapcsolat, például tüsszentés, köhögés vagy fertőző váladékkal szennyezett tárgyak megérintésével. Az államtitkár megegyezte, szó lehet arról is, hogy a vakcinát 1-2 év múlva beemelik a kötelező védőoltások közé. Megkezdődött a 3D nyomtatási és vizualizációs technológiákat alkalmazó interdisziplináris kutatási, oktatási és fejlesztési központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen. A projekt nyitó eseményeként rendezi meg a Pécsi Tudományegyetem a második nemzetközi interdisziplináris 3D konferenciát október 6-a és 8-a között a Szent Ágotai János Kutatóközpontban. A technológia legújabb vívmányait is felsorakoztatták pénteken a nemzetközi és hazai szaktekintélyek a kutatóközpontban. Amikor azt mondjuk, hogy 3D nyomtatás, néha azt gondoljuk, hogy venni kell egy nyomtatót és kész vagyunk. Na most ez eddig igaz is, tehát a nyomtatót meg kell venni, de az, hogy ez a nyomtató értelmes, okos dolgokat nyomtasson ki, az egy nagyon komoly, jó tervezés kell előzőleg. Két lépcsőben is. Az egyik, hogy milyen területekre érdemes tervezni, hol van ennek a 3D technológiának olyan szerepe, amivel hasznossá válik és kivált más hagyományos technológiákat. Vannak cégek, amelyek ezt mutatják be. A másik pedig az, hogyha valaki kitalálja, hogy mit szeretne kinyomtatni, akkor attól a ponttól hogy jut el odáig, hogy be tudja tenni azt a fájt a nyomtatóba, és ki tudja nyomtatni. A Pécsi Tudományegyetem projektje hazánkban egyedülálló és hiánypótló célokat valósít meg, hiszen jelenleg nem létezik olyan komplex innovációs és szolgáltató centrum, mely a 3D vizualizációs és nyomtatási technológiákon alapszik. A 3D központot az egyetemi környezet, a kutatói közösség, a kiválóan együttműködő partnerek, a szervesen kapcsolódó gazdasági szektor, valamint a vonatkozó technikák újszerűsége teszi unikálissá. Az első egyetem vagyunk olyanban, tehát abban a tekintetben, hogy ezt
mint fő kutatási irányt elindítottuk és összefoglaljuk, és reméljük, hogy ez csak abszolút a kezdet, és ki tudja, mi lesz a vége, hiszen a technika nagyon fejlődik, a technológia is fejlődik, és azt hiszem, hogy a biológiai tudományoktól, az anyagtudományokon át, a design tervezésekig, az építészetig, illetve a társadalomtudományokig minden szegmensben meg tudjuk találni azt a kapcsolódást, ami ezt sikerre viheti. A 3D nyomtatási technológia az 1960-as években alakult ki, rohamos fejlődésnek viszont csak 2010 után indult. A technológia számos anyagot felhasznál, ennek megfelelően az anyagtani és módszertani kutatások kiemelkedőek a tudományterületen belül. Évről évre nő a gimnáziumok népszerűsége, írja az oktatási hivatal adataira hivatkozva a Magyar Nemzet. A lap arra hívja fel a figyelmet, hogy a tendencia annak ellenére folytatódik, hogy a kormány a szakképzést biztosító iskolák erősítését szeretné népszerűsíteni. Főként a 6, illetve 8 osztályos gimnáziumi képzést nyújtó intézményeket választják évről évre többen. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke alapnak elmondta, kommunikáció szinten valóban megjelent a szándék, hogy jó lenne, ha többen tanulnának a szakképzésben. Hozzátette, hogy olyan konkrét intézkedés végül nem történt, mely például csökkentette volna a férőhelyek számát. Változatlanok maradtak a gimnáziumi kapacitások. Pénteken délután 1 órakor rajtolt az idei meccsek rally mezőnye a Széchenyi téről, ahol a Historic Európa bajnokság és a Magyar Országos Rally bajnokság versenyzői gyülekeztek. Ezután a Pogányi repülőtéren a rally show-val folytatódott a program, ami gyorsasági szakasz is volt egyben, így a versenyzők itt már gyűjtették a pontokat. Az idei rally 2 napig tart. A Széchenyi téren sorakoztak fel a rally autók pénteken kora délután. A pécsi királyházas pár is megmutatta kocsiját, amivel elmondásuk szerint sok gond volt az utóbbi időben. A nemrég felújított autóval most már reménykedve vágnak neki a futamoknak. Az autón rengeteget dolgoztunk, tényleg szó szerint. Nagyon sok új fejlesztés van benne, került bele, amit majd most fogunk először kipróbálni. Hát az első kört azt ilyen tesztelésnek szánjuk, mivel idén nekünk ez az első hazai versenyünk. A mai nap, ami nekünk azt mondhatom, hogy a kedvencünk, mert a mai nap van pont két olyan gyorsasági, amit így igazi rali pályának nevezünk, és ezt nagyon szeretjük, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz. Sok nézelődő gyűlt össze a téren, hogy közelebbről is megnézzék a versenyautókat. Pogányban lesz a rally show, ahova ugyancsak nagy szeretettel várunk mindenkit. Látványos lelátóval közelebb lehet kerülni az autókhoz, meg lehet nézni, mit tudnak. Ez pedig már Pogány. Itt a versenyzőknek időre kellett teljesíteniük a köröket. Pontokat is gyűjtöttek az idén meghosszabbított reptéri szakaszon. A nézők minden gyorsaságin előbb a Historic EB futam mezőnyének szurkolhatnak. Őket követi a meccsek klasszik mezőnye, majd az ORB, illetve az ORC futam. A szervezők a hétvégén több tízezer látogatóra számítanak. Meccsek rally kiállítás nyílt Pécsett, pénteken a Megyeháza földszintjén adták át a tárlatot, ahol az eddigi versenyek relikviáit nézhetik meg a látogatók. A kupák, a versenyzői felszerelések és a képek mellett kiállításra került az az autó, amivel még a legelső futamon versenyeztek. A tárlat még nem teljes, tervezik folyamatos bővítését. Az idén 50. jubileumát ünneplő Meccsek rally alkalmából nyílt kiállítás Pécsett. A pénteki nyitó ünnepségen a vendégek felidéztek néhány kedves pillanatot az elmúlt évek versenyeiből. A tárlaton a rallizók elismeréseit, kupáit és a versenyeken készült képeket nézhetik meg a látogatók. Ennek a jubileumi versenynek szerintem egy autentikus helye, hiszen rengeteg élménnyel, relikviával, képeket lehet megnézni, és azokat a pillanatokat meg visszaidézni, rengeteg munka van ezekbe a győzelmekbe, ezekbe a kupákba. A megnyitón a kiállítás szervezői mellett versenyzők is megjelentek. Bálint Árpád még a legelső Meccsek rallin is részt vett. Bár eleinte még két keréken versenyzett, a rally idejére már autós korszakát élte.
A legelső meccsek rallin úgy indultam, mint egy Brajkó Béla nevezetű szabadkai sportbarátomnak az autóját segítettem. Ugye abban az időben még nem volt divat a, például a Mitfárernak a nevének a kihejtése, vagy felírása egyáltalán. A tárlat egyik leglátványosabb eleme az a BMW 700-as, amely az első versenyen mutatkozott be, tulajdonosa pedig a mai napig ápolja és karban tartja. A jelenleg látható trófeákkal és képekkel azonban még nem teljes a kiállítás. Ennél sokkal-sokkal több relikvia van, még tervezzük ennek a tovább gondozását is, de hát ez, ebbe a létesítménybe egy ekkora tárlat lehet, tárlatot lehetett összehozni. A tárlat tehát folyamatosan bővülni fog, de addig is megtekinthető a jelenlegi kiállítás a Pécsi Megyeháza földszintjén. Az Európa Cantat után Pécs ismét nemzetközi kórus projektet szervez. Az ifjúsági világkórus magyarországi központtal koncertturnéra indul a szomszédos déli régi országaiban, írja a Pécsi Napilap. A hágai székhelyű ifjúsági világkórus alapítvány magyar koncerthelyszínének megrendezési jogát Pécs és a Zsolnai örökségkezelő nyerte el. Az együttest közel 60 kiválasztott énekes alkotja majd, akik jövő év júliusában 10-12 előadásból álló koncertsorozatot adnak. A kórust egy-egy világhírű külföldi és magyar karnagy vezeti majd, maga a turné pedig Budapesten ér véget. A nemzetközi együttműködési projektet mintegy 20 millió forinttal támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Pécs önkormányzata. Pécset mindössze 4 esetben kellett kényszerkaszálást elrendelni azért, mert a telek tulajdonosok nem gondoskodtak a parlag fűrtásáról, írja a BAMA. A jogszabály szerint minden év július első napját követően a még mindig parlagfűvel fertőzött belterületi ingatlanokon kényszerkaszálást kell elrendelni. A tulajdonosoknak ekkor már nem lehet későbbi határidőt biztosítani a növény írtására, hanem a vonatkozó törvény alapján rögtön parlagfű elleni védekezést kell elrendelni, vagyis intézkedni kell a telek kényszerkaszálásáról. Az ennek során felmerülő költséget az ingatlan használóját terheli. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Megközelítőleg 1 tucat ember tüntetett a Tolna megyei Medina polgármesteri hivatala előtt a képviselőtestület és a polgármester lemondását követelve. Felháborítónak tartják, hogy a medinai önkormányzat számlájáról évek alatt 25 millió forintot emelt le az egyik hivatalnok, tettét a rendőrségen beismerte. A polgármester és a képviselőtestület lemondását követelve tüntettek helyiek a medinai önkormányzat épülete előtt. Azért háborodtak fel, mert kiderült, a medinai önkormányzat számlájáról az elmúlt 11 évben 25 millió forintot emelt le az egyik hivatalnok. Több tüntető azt sérelmezi, hogy az elsikkasztott milliókat így nem a falu fejlesztésére vagy a nehéz szociális helyzetben levő családokra fordították. Úgy gondolom, hogy ezek a pénzek igenis, hogy benne vannak a sikasztásban, mert ha nem kapunk, nem jár, mint ahogy nagyon sok családos, tehát úgy gondolják, hogy nincs szegény család, van. Itt nem csak a Kriszti lehet ebbe az ügybe benne, hanem az egész vezetőség, tehát akik a pénzzel foglalkoztak, mert itt a polgármesternek hatáskörébe tartozik minden nemű ellenőrzés. Mi azt szeretnénk, hogyha lemondan a képviselőtestület, a polgármester egyetemben, és újra választást írnának ki. A feleségem, még egyszer talán nem tudom, mi buktattuk le, hát a feleségem azt, hogy lebuktattuk. Így reagált Medina polgármestere a tüntetők vágyaira. Mint mondja, ahogy tudomást szerzett a sikasztásról, azonnal feljelentést tett a rendőrségen. A bűncselekményre úgy derült fény, hogy a csaló hivatalnok nyaralni ment. Elkövetett egy hibát, ami egy véletlen útján derült ki. Egy olyan számla jutott a kezünkbe, amíg ő közben nyaralt, ami látunk jogtalan átutalásokat. Természetesen abban a pillanatban megtettük a szükséges eljárásokat, a banki számlazárása, önkormányzati kódok megváltoztatása, és természetesen a büntető feljelentést is megtettük, ami most folyamatban van. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság a nyomozás érdekeire hivatkozva nem kívánt nyilatkozni. Egy közleményt adta ki, amelyben azt írják, kihallgatták az önkormányzat egyik munkatársát, aki a bűncselekmény elkövetését beismerte. A hivatalnok szabadlábon van. 167 éve bátorságról, hazaszeretetről és az összetartozásról is tanúbizonyságot tettek az aradi vértanúk, rájuk emlékeztek országszerte október 6-án. A 13 koholt vádak alapján halálra ítélt tábornok kivégzése a magyar történelem egyik legkegyetlenebb momentuma.
A mai fiatalok nehezen értik meg, hogy miről is szól ez a nap, fogalmazott Bellai László, kaposvári történelemtanár. Október 6-án? Hát... Harcoltak. 13-an voltak, nem tudom. A szabadságharcban szerepet játszottak. A vértanokra. És tudsz róluk valamit mondani? Kik voltak ők, vagy mit tettek? Aulik Lajos volt. Az általunk megkérdezett diákok többsége szinte semmit sem tudott arról, mire és kikre is emlékezünk október 6-án. Akadt azonban olyan, aki pontos tudással rendelkezett az aradi vértanúkról. Hát akkor az 1848-49-es szabadságharc idején voltak tábornokok és katonai vezetők, és őket végezték ki. Péter szerint a vértanúk akkori helytállására és bátorságára ma már nincsen példa. Szerintem ez egy rendkívül bátor dolog, és hát nem biztos, hogy én személy szerint, vagy hát mai világban, hát ez egy ilyen klisé. Tehát, hogy a mai világban sokan ezt meg tudnák és megmernék tenni a hazájukért. 167 éve a cári Oroszország segítségével levert 1848-49-es szabadságharcot követő véres megtorlások tetőpontjaként 1849. október 6-án végezték ki az aradi vértanúként ismert 13 honvédtisztet. A mai fiatalság számára kicsit nehéz ezt felfogni, mert teljesen más korban éltek, tehát a 1848-49 ez az időszak, ez egy romantikus, és nagyon szerették ezeket a tragikus és drámai pillanatokat, ez áthatotta az egész korszakot. A Munkácsi Mihály gimnázium pedagógusa arról beszélt, a történelem tanárok feladata és felelőssége is, hogy megpróbálják közelebb hozni a fiatalokhoz az aradi vértanúk szellemiségét. Az aktuális határvédelmi kérdésekről is tárgyalnak az Országos Védelmi Igazgatási Munkaértekezleten Kaposváron. A katasztrófavédelem, a Honvédség és a Somogy megyei Védelmi Bizottság szakemberei közösen értékelték a 2015-ben elvégzett munkát, de a jövőbeni feladatokat is megvitatták. A katasztrófavédelem, a Honvédség és a megyei védelmi bizottságok sikeres együttműködését hangsúlyozta beszédében Bónyai Eszter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője. A Somogy megyei kormányhivatalban tartott kétnapos konferencián a bevándorlással kapcsolatos feladatokat is megtárgyalták a szervek. Az idegenes határzár felépítése és annak az őrzése az kiemelt katonai feladat, és a rendvédelmi szervekkel közösen együttműködve hajtjuk végre ezt a feladatot. Ott a jelenlét biztosítása, a katonák és a rendvédelmi erők elhelyezése, az ottani feladat végrehajtás feltételeinek a biztosítása. Ez nem csak a védelmi bizottságokat és a titkárságot állította kihívás elé. A megyei védelmi bizottság is kivette a részét a migráns helyzetből. Az elmúlt időszak eredményeit a megyei védelmi bizottság elnökeként Neszményi Zsolt kormány megbízott ismertette. Somogy megyében 2015-ben elrendelték a válsághelyzetet, tehát azok között a megyék között szereplünk, akik élőben is dolgozniuk kellett, és az országra nehezedő migrációs válságot élőben élték meg. A tavalyi évben Somogy megye határait mintegy 150 ezer bevándorló lépte át ellenőrizetlenül. Ennek kezelése komoly kihívás elé állította a védelmi igazgatásban résztvevőket, de a rendszer kiállta a próbát, tette hozzá Neszményi Zsolt. Híradónk végén főbb témáink még egyszer röviden. Szivárognak vissza a porcelángyárba a dolgozók, munkaügyi perek a zsolnai sikertelen bebuktatása miatt. Rövidebb gyógyulási idő, kisebb sugárdózis, korszerűsítés a pécsi ideklinikán. A 3D nyomtatás a középpontban, elindult a második nemzetközi interdisziplináris 3D konferencia. A Széchenyi téren gyülekeztek a versenyzők, rajtolt az idei meccsek ralli. Szombaton a hajnali pára és köd megszűnése után hazánk nagy részén több órára kisüt a nap. A változó mennyiségű felhőzetből csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. Reggel több helyen fagyhat, délután 12-15 fokot mérhetünk. Vasárnap is változóan helyenként erősen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Kisebb esőzápor csupán néhol alakulhat ki. A szél gyenge marad. A hideg reggelt követően délután 13-16 fok várható. Már a köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. A magam és kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!